aláírást gyűjtenek. Népszavazást kezdeményez a Jobbik. Magyar sajtónapja. Reggelire hívták az újságírókat. Fejlesztés. Új tanműhely épül a GANZ Technikumban. Ez az Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2024. március 13-a szerda van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Töröljük el az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást címmel indított népszavazási kezdeményezést, Lukács László György, a Jobbik Konzervatívok parlamenti frakció vezetője. Indítványát befogadta a Nemzeti Választási Bizottság. A népszavazás elrendeléséhez 200 ezer aláírásra van szükség, amit ma Zalaegerszegen is gyűjtöttek. Lukács László György szerint a vállalkozók döntő többsége elutasítja az évente fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A díj eltörlésére törvénymódosítást nyújtott be, ám azt a kormánypártok nem támogatták. Lényegében ezt az 5000 forintot arra fizetik be minden évben, hogy a kamara 5,2 milliárd forintból gazdálkodjon és költsön olyan dolgokra, amely nem a vállalkozások megsegítéséről szól, hanem nagyon sok esetben a saját jobblétükről. Lukács László György úgy véli, befizetett pénzükért nem kapnak semmit a kamarától a vállalkozók, segítséget sem, holott erre a Covid-járvány és az energiaválság idején nagy szükségük lett volna. Parag László volt az, aki büszkén vállalta, hogy amikor nehéz helyzetben voltak amúgy is a vállalkozások a Covid-járvány után, a magas energiaköltségek után, akkor a kisadózók tételes adójának, tehát a katának az eltörlését, annak a szűkítését ő maga javasolta. Ennek eredménye az lett, hogy több tízezer vállalkozás szűnt meg, szimplán azért, mert már nem tudta a kata jogviszonyban tovább folytatni a vállalkozását, illetve több tízezren kellett, hogy abba hagyják a munkájukat. Az ívek online is aláírhatók a stop5000.hu oldalon, ugyancsak itt várják nagykorú segítők jelentkezését. Reggelivel köszöntötte az újságírókat Zalaegerszeg önkormányzata. Az eseményen a helyi média tevékenységét Balaidz Zoltán polgármester és Víg László országgyűlési képviselő méltatta. Az ünnepi műsor után Balaidz Zoltán a 176 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztetve rámutatott. A gyors és pontos információ közlésnek meghatározó szerepe van. Ehhez, mint fogalmazott, megkerülhetetlen a városvezetés és a helyi újságírók hatékony együttműködése. Itt Zalaegerszegen helyben elmondhatjuk, hogy a mindenkori önkormányzat és önkormányzati vezetés egy rendkívül jó, szoros és korrekt kapcsolatot alakított ki a helyi, zalaegerszegi és a megyében működő sajtóval, a különböző kommunikációs felületekkel, és ez azért is fontos, mert egyrészt hitelesen tudják tájékoztatni a lakosságot a legfontosabb történésekről, hírekről, másrészt pedig fontos nekünk is, városvezetőknek, hiszen rajtuk keresztül jutnak el hozzánk azok a kérések, akár jogos kritikák, amelyek mentén tudjuk alakítani a város fejlesztését. Víg László országgyűlési képviselő szintén köszönetet mondott, majd kiemelte. A helyiek az újságírók részletes beszámolóinak köszönhetően a zalaegerszegi történéseket hiteles tudósításokon keresztül ismerhetik meg. Fontos, hogy információval lássuk el a polgárokat, felhívjuk a figyelmet azokra, gondokra, problémákra, amelyekre bennünket feszítenek. Gondolok itt egy Covid járvány kapcsán óriási jelentősége bírt, hogy milyen információkat adtunk át a polgároknak. Sokat segítenek a mi életünkben, az ország fejlődésében, ezért ünnepeljük egy-egy nap őket, de minden nap megilletik az ünneplést, hiszen nap mint nap dolgoznak értünk, magyarokért, zalaegerszegiekért, zalamegyeiekért, úgyhogy ezt ünnepeltük a mai napon. 1990 óta március 15-én tartják a magyar sajtó napját. 1848-ban ezen a napon hirdették ki a polgári sajtószabadságot, majd április 11-én törvénybe is foglalták. Ez korszakalkotó fordulatot jelentett a korábbi szigorú cenzúra időszakához képest. Elindult a 21. századi intézményfejlesztési program a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban. Ennek részeként új 661 négyzetméteres tanműhelyt építenek a GANZ Ábrahám Technikum területén.
A projekt célja, hogy ezzel is emeljék a régió műszaki oktatásának színvonalát. A kormány fontos célkitűzése, hogy az ipar legújabb kihívásaihoz igazodva folyamatosan javítsa a szakképzések minőségét. Ennek első lépése volt a megyei centrumok létrehozása 2015-ben. A törekvések azóta is folytatódnak. Ezúttal 18 központ került be az intézményfejlesztési programba, köztük az ESC. A projekt részeként a Ganz Ábrahám Technikum munkácsi szárnyának közelében egy új, szakmailag és energetikailag egyaránt modern tanműhelyt alakítanak ki a következő 2 évben. Óriási szükség van arra, hogy a 8-as diákok, akik ide a műszaki képzésre jelentkeznek a Ganz Technikumban, már az első 2 évben is az alapozást egy modern 21. századi tanműhelyben valósítsák meg. A forgácsolás a járműipar területén óriási szükség van arra, hogy a környező vállalkozások fiatal, szakképzett munkaerőt kapjanak, akik motiváltak, de ugyanígy a hegesztés területén is az új tanműhelyben 21. századi körülményeket fogunk teremteni. A tanműhelyfejlesztés mintegy 1,7 milliárdos Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. A kiviteli tervek már elkészültek. Az építkezés augusztus-szeptemberben kezdődhet el. 12 hónap alatt várhatóan az építési beruházás megvalósul, ezzel párhuzamosan a szakmai eszközök, a tanműhely berendezéséhez szükséges szakmai eszközök, oktatási eszközök beszerzése megvalósul, és 25 őszén berendezésre kerül maga a tanműhely, és reményeink szerint akár a 25 és 26-os tanév első fél évében a tanulók rendelkezésére bocsáthatjuk. A tanműhely létrehozása illeszkedik ahhoz a nagymértékű ipari fejlődéshez, ami az utóbbi néhány évben Zalaegerszegen lezajlott. A környékbeli cégek igényeinek megfelelően a mostani beruházás, a forgácsolás, a hegesztés és a járműipar ágazatát erősíti majd. Alapításának 35. évfordulóját ünnepli a Helyi Televíziók Országos Egyesülete. A jubileumról a Budapesti Néprajzi Múzeumban emlékeztek meg, melyen a szervezet tagjainak képviselői és partnerei vettek részt. A megjelenteket a 94 tagot, köztük az Zalaegerszegi Televíziót is tömörítő egyesület elnöke Lovas Tibor köszöntötte. Úgy fogalmazott, a helyi média dokumentál, alkotásai a nemzeti örökség részét képezik. A helyi televíziók közösséget építő és közösséget fenntartó szerepe kiemelkedő. Ami nagyon fontos, és itt elhangzott a mai ünnepen, hogy mérhetetlen nagy vagyon van a mi tulajdonunkban. Ez az archívumunk, akinél lesz 35 év, 35, akinél 40, 40 év, de ezt tényleg meg kéne mentenünk. Elmondta a Néprajzi Múzeum igazgatója is, Kemecsei Lajos igazgató úr, hogy ők nagyon jól tudnának dolgozni a mi archívumainkból. Gondoljunk csak bele, hogy a 80-as években még a néphagyományok mennyire éltek a kisebb településeink környékén. Ezek mind ott vannak nálunk felvéve. A helyi televíziók erejét méltatta beszédében Meszlein László, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagja, majd Rátóti Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke. A beszédeket követően díszoklevéllel ismerték el azoknak a partnereknek a tevékenységét, akik az eltelt 35 évben segítették a tagtelevíziók munkáját. A jubileum alkalmából a Helyi Televíziók Országos Egyesülete megalapította a Nemeskürti István díjat, melyet első alkalommal Kollarik Tamás producer, filmrendező, a média tanács korábbi tagja kapott, elismerve ezzel az elmúlt 2 évtizedben a magyar film és a helyi televíziózás érdekében végzett kiemelkedő munkáját. Nekem meggyőződésem, hogy szükség van a helyi televíziókra, szükség van arra, hogy a helyi híreket a helyi televíziókon keresztül megkapják a közösségek, ugye az alulról építkező közösségek tartanak meg egy társadalmat, kiemelten fontos szerepük van a hír összegyűjtésében és a hír továbbításában is. Az ünnepség részeként partneri megállapodásainak sorát is bővítette a HTOE. A korábbi eredményes kapcsolatra alapozva együttműködési szerződést kötött a Néprajzi Múzeummal. A cukorbetegség vesét érintő szövődményeinek megelőzéséről és kezeléséről tartottak kerekasztal beszélgetést a Zalaegerszegi Diabétesz Egyesület tagjai. A résztvevőket a károsodás jeleiről, okairól és a szükséges tennivalókról Kósa Dezider nefrológus főorvos tájékoztatta.
Az Egyesület már 30 éve heti rendszerességgel szervez ehhez hasonló programokat. A cél, hogy időben felhívják sorstársaik figyelmét azokra a veszélyekre, amit a krónikus betegség helytelen kezelése előidézhet. A cukorbetegség sajnos úgy is mondhatjuk, hogy egy néma gyilkos, és nagyon sok szervet károsít, úgyhogy alig észrevehető. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a vese szövődményre is felhívjuk a figyelmet, mert nagyon sok esetben észrevétlenül oda jutnak a betegek, hogy mi vesekezelésre kell járniuk. Ezekre az értékekre állandóan figyelni kell. A legtöbb érintetnél a kialakuló érszűkületek először a vese működését befolyásolják. A rendszeres ellenőrzés életbevágó, mivel az időben alkalmazott diétával és gyógyszeres kezeléssel a súlyosabb problémák kialakulása elkerülhető. A felnőtt kori cukorbetegség az egy alattomos betegség, nem éreznek semmit a betegek, tehát esetleg egy-egy magasabb vércukorérték, és akkor több év után derül ki, hogy esetleg komolyabb szövődmények vannak, szív, vese, vagy idegi érintettségek vannak, érelmeszesedés, fokozódás. Ezek mind megelőzhetők, hogyha az ember gondol rá, korán diétázik, korán vannak, most már vannak olyan korszerű gyógyszerek, amit ha időben adunk, akkor a progresszió lecsökkenhet, és ez a népbetegségnek a kivitelét, kimenetelét azt már nagyon befolyásolja. A rendezvényen a szűréseket és szakorvosi vizsgálatokat hangsúlyozva emlékeztettek az egészséges életmód szerepére is. A diabetológus útmutatásának követése, a diéta és a rendszeres mozgás minden cukorbeteg számára kulcsfontosságú. 9 hölgy különleges életútját mutatja be a Göcsei Múzeum Nőnek lenni akkor című időszaki kiállítása. Az ikonikus személyiségeket formabontó tárlatvezetéseken is megismerhette a közönség, akiket most 5 órai teán láttak vendégül. A múzeológusok azt kérték, aki teheti, hozza magával olyan dokumentumot és történetet, ami kapcsolódik a kiállításhoz. Ezek a korabeli újságcikkek és fényképek, valamint a visszaemlékezések is azt igazolják, hogy a szebbik nem képviselői meghatározó szerepet töltöttek be a múlt században Zalaegerszeg, illetve a megye életében. A nyugdíjas énekzene tanár és Sárosi Évi az első tánclépéseket Farkasovszki Teri nénitől tanulta. Ez a gyermekkori fotó pedig Sali Viktorné műtermében készült. A Saliék meg minket fényképezték, mert mi állandóan mentünk fényképezni, ezt nem tudom, ez nálunk egy ilyen hagyomány volt, hogy születésnap, névnap, meg ami jött, és akkor ez legalább meg van örökítve. A Blanka néni megtanított engem az óvodába, ez az Adi óvoda, úgyhogy úgy visszaemlékszek rá, hogy már úgy nekünk idősnek tűnt, de olyan nagyon kedves néni volt. Nagyon gyönyörű emlékeim vannak, és a nagymamáik melletti házban laktak, úgyhogy mindenkit ismerek, emlékszem, hogy a Pisti született, dr. Szigeti István született. A multidéző rendezvényt a látogatók kezdeményezték. Voltak, akik a kezdetektől támogatták az intézmény törekvését. Ahogy itt a vendégek között körülnéztem, már láttam olyan hölgyeket, akik nekem speciál kifejezetten segítettek, adatközlők voltak, például Hári Emma életének minél teljesebb feltárásához, és bizony nagyon sok olyan információt kaptunk tőlük, amelyeket a korabeli forrásokból nem tudtunk volna összegyűjteni. Nagy segítség volt például, hogy a megmaradt fotóanyagot tudtuk vele együtt azonosítani. A kiállítás május végéig tekinthető meg a közgyűjteményben. A következő hetek rendhagyó tárlatvezetésein a kiállításban szereplők mai megfelelőivel, óvó, költő és védőnővel, valamint iskolaigazgatóval találkozhatnak a múzeumbarátok. Nemzetközi kötött fogású birkózó versenyt rendeztek Horvátországban, ahol a Zalaegerszegi Birkózó Sportegyesület 3 fővel vett részt. Varga Nimród súlycsoportjában a 7. helyen zárt. Tímár Bence 4 győztes és 1 vesztes mérkőzéssel a dobogó 3. fokára állhatott fel, míg Ugranyec Flórián 5 mérkőzést megnyerve első lett a 44 kg-osok között.
Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Aláírást gyűjtenek. Népszavazást kezdeményez a Jobbik. Magyar sajtónapja. Reggelire hívták az újságírókat. Fejlesztés. Új tanműhely épül a GANZ Technikumban. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. március 13-án, szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!